Arlón vagyunk, ahol tulajdonképpen egy ilyen nagyon szép környezetben lévő tó található, és az elmúlt hónapokban több helyi lakos is megkeresett minket azzal, hogy a tóban most már évek óta nem lehet fürdeni. A hozzánk jutott információk szerint azért, mert szennyvíz folyik a tóba. Azt gondolom, ez kifejezetten probléma, hiszen ilyen tóból egyébként valójában kettő van Európában. Nyilván a település egy turisztikai attrakciója lenne. Ráadásul a település nyert pályázati pénzeket is annak érdekében, hogy a tón jelentős turisztikai attrakciók kerüljenek kialakításra. Itt ez olvasható is. A projekt keretében Arlón természetes fürdőhely fejlesztése, víziturizmus fejlesztése, horgászturizmus fejlesztése, valamint ehhez kapcsolódó tevékenység, strandjátszótér, attrakciók közvetlen környezetnek a fejlesztése. Tehát gyakorlatilag erre kapott pénzt a település évekkel ezelőtt, tehát éppen ezért probléma, hogy nyilvánvalóan ebből most jelenleg nagyon sok minden olyan van, ami nem használható. Ráadásul szintén a település honlapján olvasható az is, hogy jelenleg erről egyéb tájékoztatás nincsen, hiszen idézem a településnek a honlapját, a tó jelenleg is szabadtéri strandként, kempingként üzemel. Tehát itt még úgy van feltüntetve, hogy gyakorlatilag jelenleg is üzemel, holott ez a valójában nincs így. Éppen ezért, hogy megtudjuk, hogy mi a valós helyzet, a jegyzőhöz fordultunk, és hivatalos levélben kértünk értesítést erről. Ahogy alelnök úr is említette, többen megkerestek minket a lakosságból a tó problémával kapcsolatosan, és mi a jegyzőasszonyhoz fordultunk az alábbi kérdésekkel. Valóban a szennyvíz okoz-e problémát? Ha igen, akkor ezt vizsgálták-e? Mikor történt az utolsó vizsgálat? Milyen lépések történtek eddig a megoldás érdekében? Ha nem ez jelent problémát, akkor mi az oka a strand lezárásának, és mikorra várható a strand megnyitása?